Sérülése miatt ugyan a BL döntőben nem játszhatott, de a másodszorra is megnyert trófeát ő is büszkén emelte a magasba. A magyar női topfutbalista Jakafi Zsanett révén mi is képviseltettük magunkat ezen a tavaszon a BL és a futball szavak kapcsán. Zsani csapata, a Wolfsburg ugyanis 4-3 nyert a Tiresző ellen a BL fináléban. A válogatott ászát kérdezzük most Skype segítségével a szezonról. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Zsani, hiszem, ha látom, mutasd meg, hogy van-e, mármint, hogy aranyérmed. Mutatom. Igen. Tehát igen, ez az, amit Cristiano Ronaldóék is mutogatnak, te pedig mutogathatod a női műfajban, idén is megnyertétek a BL-t. Na de neked mennyit kell kihagynod a műtéted miatt? Hát igazából még a műtét sem történt meg, majd sajnos megbetegedtem hétfőn, úgyhogy most pénteken lesz majd. Műtét után 6 hétig még mankóznom kell, és talán utána lassan elkezdhetek mozogni, futni, kacagni, biciklizni, bármit, szóval elég hosszú idő sajnos. Na most voltak neked ugye egész szezonban boka problémáid, sokat ki kellett hagynod, mennyi esélyt látsz arra, hogy most már rendbe rakják véglegesen a lábadat? Hát nem tudom, reménykedek én is. Mondjuk most így, ahogy hallottam a terveket, így minden olyan dolgot kiszednek, meg megcsinálnak, ami nem jól működik, úgyhogy pont ezért is tart ugye ilyen sokáig, és remélem, hogy ezek után tényleg most már egészséges leszek. Azt mondnak, hogy mennyivel volt nehezebb, sokkal nehezebb volt-e a pályán kívülről a döntő részesének lenni, és figyelni a lányokat, mint a gyepen? Hát igen, eléggé furcsa is volt ott ülni és így nézni, viszont nagyon nehéz is volt vele 2-0 után, mert ugye az ember tehetetlen és nem tud semmit segíteni, de aztán hála jó Istennek, hogy megoldották egyedül is. Na most ez volt a legszorosabb meccsetek a BL sorozatban, a legnehezebb is? Szerintem igen. Mondjuk én ugye csak a Barcelonáig játszottam, nem tudom, a Potsdam ellen is azért elég kemény meccs volt az a 4-2, de a tétje miatt és meg az irama miatt is szerintem a Tiresző sokkal nehezebb volt. Na most hát itt a Tiresző azért is volt feszült a meccs végig, mert hát vezetett az ellenfél, és mit talált ki a mester, hogy 2-0-ról fölálljatok? Hát a fél időben azt mondta, hogy ez nem hiszi el, hogy kövül, hogy így ennyit tudunk csak küzdeni egy BL döntőn, és most menjen ki mindenki és mutassa meg, 45 percünk van. Hogyha még most időben észbe kapunk, akkor még sikerül lett, és így is volt. Mi volt a Tiresző fő erőssége? Vagy inkább azt kérdezem, hogy ki volt, Márta? Hát szerintem nem, ő egy igazán jó játékos, de ez kollektív dolog volt, mert egyedül, igaz, 2 gólt is rúgott, de szerintem egyedül, tehát ez csapatjáték. Inkább a Caroline Zéger, a 17-es, közben játszott, ő tűnt ki nagyon, meg hát Márta, igen. Na most, hát nektek meg ugye van egy Martina Mülleretek, most azt lehet mondani, hogy ő most a legjobb csatár? Ma a legjobb csatár? Hát, amennyi gólt rúg, igen. Hát ugye megvédtétek a címeteket, az biztosan állítható, hogy ha az egész sorozatot nézzük meg, ugye benne is voltál, meg utána már nem voltál benne, szóval az egész az nehezebb volt, mint a Lyon ellen? Hát ez egy elég nehéz, mert ugye tavaly első meccsünk volt, szóval hogy első BL döntőnk volt, és az igen, az ugye egyszerűbb, amikor ugye az ember csak össze játszik, igazából nem is számít rá senki, hogy megnyeri, és most ugye szinte el is várták tőlünk, hogy megnyerjük, így ez nehezebb volt, igen. Hát ugye tavaly, ez érdekesen alakult a szállatok, hogy a Wolfsburggal tavaly mindent megnyertetek, a idén az lehet látni, hogy a kupa elszállt. A bajnoksággal mi lesz, Zsani? Pont tegnap ugye nyertünk az Essen ellen, a mi mumusunk 4-0-ra, úgyhogy elég sima meccs volt, és a Potsdam leegyszert az utolsó előtti helyezettel, úgyhogy igazából, hogyha megvegyük most a Frankfurtot, vagy hát az utolsó 2 meccsünket, ha megnyerjük, akkor bajnokok lehetünk. Hát igen, itt a fő ellenfél most az idei kupa győztes Frankfurt, igaz? Igen, és ez az utolsó meccsen pont nálunk, Frankfurt ellen, és valószínű, hogy ott fog eldönni a bajnokság kérdése is. Gondolj, akkor lehet, hogy tulajdonképpen lesz még egy a Bundesliga döntő, hasonlóan, mint mondjuk a férfiaknál ugye a Barcelona-Atletico meccs volt, tehát hogy lehet, lesz még egy BL döntőtök otthon, egy német bajnoki BL döntőtök, nem? Igen. Mennyire érzed jól magad Wolfsburgban? Most így nem a lábadra gondolok, hanem lelkileg, szóval hogy hosszú távon is ott képzeled el a jövőt?
Hát igazából nagyon jól érzem magam, meg ugye most itt csinálom a sulimat is, meg a munkahelyem is itt lesz, igazából semmi kérdés az, hogy váltok-e vagy nem. Persze ennek a sérülésnek nagyon jobb lenne, hogyha lenne egy vége, és akkor jobban élvezhetném azt, ami tényleg Wolfsburghoz köt, de ahogy mondtam, nagyon szeretek itt lenni, úgyhogy... Hát meg ott vagy egy BL győztes csapatban, mit hozhat számodra még a jól profi futballistaként a jövő? Lehet-e még onnan valamerre előrelépni? Vagy ott kell focizni jó hosszú éveket? Nem tudom, ez egy olyan kérdés, én mondjuk mindig ilyen csapathű voltam, ugye az MTK-ban is 5 évet játszottam, igazából nem voltam sose olyan, hogy most valami nem tetszett, akkor leléptem. Uh-huh. Persze nagyon jó dolog egy BL győztes csapatban játszani, de ugye van... Minden csapatnak van ugye egyszer fent, egyszer lent, ugye ez nálunk is megvan, és pont ezért jó, mert igazából küzdeni mindig kell, mindegy, hogy milyen csapatban van az ember. Apropó, hogyha már szóba hoztad az MTK-t, mennyire figyeled az ő szereplésüket? Tegnap nyertek 11-essel, ugye? Akkor figyeled, abszolút, igaz? Igen. És akkor szorítasz is nekik? Persze. A régi csapatom, a lányokkal is ugye szoktam néha beszélgetni, szóval igazán. Még főként így a válogatott kapcsán is, hogy te mit látsz, mennyit változik meg, javul a magyar női futball? Tehát mondjuk ez az MTK, meg a néhány évvel ezelőtti, meg amiből még ugye te eljöttél, van pozitív változás szerinted? Szerintem igen, így a válogatottban, ugye most voltunk Horvátországban ezen a tornán, igen, nagyon pozitív volt. Ugye megvertük a lengyeleket, igen. Nekem az volt ugye a mérvadó, hogy elég sima meccsen, hát jó mondjuk, persze, ezek mind ugye felkészülési meccsek, de azért mégis. Hogy a női foci otthon magában mennyire változik, azt sajnos nem tudom megmondani, mert ugye úgy női bajnoki meccset nem látok, de ami a válogatottban van, mindenképpen egy kis fejlődést mutat. Szóval ott az látszik számodra, a válogatott az mennyire fontos neked? Nekem? Nagyon fontos. Miért nem leszek sérült, meg is tudom mutatni. Na azt akarom mondani, a franciák elleni augusztusi visszavágóra szerinted addigra már jó lesz a boka? Augusztusban? Hát augusztus közepe fele talán. De nem tudom, nem merek semmit mondani, mert ha meg nem, akkor meg még annál rosszabb lesz. A férfiak, tehát a konkurencia, vagy a másik nem, a BL döntőjét, azt figyelted, igaz? Nem. Nem? Hogy nem, mert volt egy jó film, és azt néztem. Viccelsz. Nem, tényleg? Nem vagyok ilyen nagy foci fan, mármint hogyha nézni kell. Ja, értem, játszani szeretsz, férfiak foci meccsét meg annyira nem szereted nézni. Annyira nem. Inkább akkor mondjuk a választhatnak, akkor egy jó női derbit néznél meg? Nem, azt sem. Szóval, hogyha tévébe kell nézni, azt nem szeretem, csak játszani. Teljesen igazad van, de miért? Nem, hát én úgy vagyok fel, hogy egész végig foci közelében vagyok, minden nap edzek, hogyha kis szabadidőm van, akkor add meg, nézzem a focit. Azért mondom, hogy megértelek, mert én meg tévériporter vagyok, és nincs otthon tévém, úgyhogy átérzem, amit mondasz. Ugye? Mit tanácsolsz egyébként az itthoni lányoknak, akikkel a válogatóval találkozok, akik itthon fociznak? Hogyan építsék fel a karrierüket, hogyha szeretnének olyan profi játékosok lenni, mondjuk akár a Bundesligában, amit neked sikerült eddig elérni? Szerintem a legfontosabb az, hogy ne az én példámat kövessék, hanem mindenki menjen a saját útján, mindenki úgy, ahogy gondolja, mert szerintem az az egyetlen döntés, ami jó. Szóval nem az, hogy mit csinálok én, vagy mit csinált más az előtt, hanem az, hogy mit akar ő, és azért mit képes megtenni. Aha, tehát hallgassa a saját benyomásaidra és érzéseidre, igaz? Így van. Hát meg dolgoz sokat, nem? Hát igen, de ez alap. Foci sokat és nézzél kevés focit, akkor ez a sikernek a titka, igaz? Igen. Zsani, gratulálunk a címhez, és mielőbbi felépülést. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia. Oké. Sziasztok.